Ezen a hétvégén Celldömölkön lenne jelenése a nyírbátori csapatnak, azonban ezt a találkozót is későbbi időpontban játsszák majd az érintettek. Az extraligás bátoriak eddig két meccsen vannak túl, hazai pályán a Békéstől 6-4-es, Pécsen pedig 9-1-es vereséget szenvedett a Majoros Bence nevével fémjelzett együttes. A halasztás hátterében is a 16 esztendős ifjúsági válogatott asztali teniszező áll, mivel a versenykiírás értelmében az edzőtáborok, a hazai és nemzetközi tornák előnyt élveznek a csapatbajnoki meccsekkel szemben. Márpedig Bencének az elmúlt hetekben jócskán volt része mindegyikben. Első nemzetközi eseménye az egy Ofthausen-i edzőtáborozás volt, utána elindult a horvát nemzetközi bajnokságon, ahol csapatba és párosba is első helyet tudtak elérni, az egyéniben a négy közé jutásért szenvedett vereséget. Utána indult a szerb nemzetközén, ott egyéniben már sokkal jobban teljesített, ott döntőt játszott, és csapatba is első helyen tudtak végezni. Ezen kívül egy hazai verseny volt, a Celldömölki verseny, ahol szintén úgy gondolom, hogy jól teljesített, és hát most jelen pillanatban is kint van Ofthausenben egy nemzetközi edzőtáborozáson. A hétvégén Majoros Bence a Kecskeméti Országos Ifjúsági Bajnokságon áll asztalhoz, majd november 6-a és 10-e között Szombathelyen az ifjúsági olimpiára kvalifikáló tornán 50 ország több mint 400 versenyzője között próbál meg a legtovább jutni a nyírbátori fiatalember.